A MOL Zrt. Minden előírást betartott, nem volt előjele a vörösiszap katasztrófának, jelentette ki Bakonyi Zoltán, a cég vezérigazgatója az EU vízvédelmi lehetőségeiről, a cianidos bányászat veszélyeiről és a környezeti katasztrófák megelőzéséről szóló konferencián a parlamentben. A rendezvényen Kepli Lajos, a kolontári katasztrófát vizsgáló bizottság elnöke kérte számon Bakonyit. A Magyar Természetvédők Szövetsége, az Országgyűlés Fenntartató Fejlődés Bizottsága és más civil szervezetek által rendezett szakmai eseményen környezetvédő szakemberek és politikusok vették számba az Európai Uniós soros magyar elnökségből adódó vízminőségvédelmi lehetőségeket. Ennek kapcsán szó esett olyan hazai és nemzetközi katasztrófákról is, mint a 11 évvel ezelőtti nagybányai ciánszennyezés, illetve az októberben bekövetkezett kolontári szapömlés, melyek jelentősen veszélyeztetik a vizeink állapotát. A rendezvényen részt vett Bakonyi Zoltán, a MOL Zrt. Vezérigazgatója, aki ugyan nem készült beszédre, de Kepli Lajos jobbikos országgyűlési képviselő a vörösiszap katasztrófa kapcsán szóra bírta őt. A kerekasztal beszélgetésen, én, mint levezető elnök, nyilvánosan is megszólítottam, egy kis provokatív felvezető után felkértem, hogy mondja el az ő véleményét. Nem hiszem el, és nem tudom azt elfogadni, hogy egy ilyen méretű környezeti katasztrófának, mint a kolontári iszapömlés, nincs felelőse, nincs emberi felelőse. Ma azért tényleg az álláspontja, hogy a gátfal azon sarkánál a gátfal alól kiesett a talaj. Megadnám a reagálásra a lehetőséget Bakonyi Zoltánnak. Bakonyi reakciójában sajnálatát fejezte ki a történtekért. Állítása szerint a MOL Zrt. Minden előírás betartott, szerinte nem volt előjele a katasztrófának. Kepli Lajos konkrét, a technológiát illető kérdéseire kitérő válaszokat adott csupán. Még az esemény előtti másfél órában volt kontroll, és nem látszott semmi. Sajnos van olyan, amikor olyan szinkronitások játszódnak le világban, amire az ember nem készül. Stábunk szeretett volna interjút készíteni a MOL vezérrel, ő azonban nem kívánt kameránk elé állni. Nagy válság. Válságban mindenki ezt csinált, mindenki. Ne, köszönöm.